Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Jön is kis Warframe, írtátok, illetve hát, egy ismerősöm írt a Discordon. Beszéljek már a Mili 3.0-ról. Ugye kértem, hogyha szeretnétek valamit látni videókban, akkor írjátok meg. Máskülönben nem nagyon lesz Warframe, és hála az Istennek írtatok. Így aztán beszélgessünk egy kicsit a Mili 3.0-ról. Úgy döntöttem, hogy um, kiveszem a fejemet a nostalgia a homokjából és félreteszem azon apró e, dolgot, hogy a Warframe már nem az a régi játék, és már nem nincs értelme e, endgame-ezni, nincs értelme ezeknek a dolgoknak, úgyhogy e, most úgy fogom venni ezt a Milli 3.0-t, hogy igyekszem átadni a legjobb tudásom szerint azt, amit gondolok róla, hogyan kell modolni, nem is hogyan kell az, az rajtatok áll, hogy hogyan kell modolni, inkább egy ötletet szeretnék adni, egy, egy vezér irányt szeretnék adni arra, hogy hogyan lássátok esetleg ezt az új milli rendszert, és hogyha ez a videó a nap végén kap 100 darab lájkot, like akkor csinálunk egy live videót, uh, Twitch-en, ahol az összes kardomat, <laughs> az összes kardomat megpróbáljuk valamiféle átmodolást csinálni, mert annyira van a játékban, hogy így nem nő látva értelmét végig az egészen, uh, és így, így live-ba, vagyis hát konkrétan leliveolhatjuk, úgy, hogy azokat a milliket, amiket ti szeretnétek látni esetlegesen valamiféle új modolással, uh, bár lehet, hogy csalódtak a végén, uh, valamiféle új modolással, akkor megpróbáljuk átmodolni azokat arra a modolásra, és... Um, Ja, kipróbálni őket. Szóval, de ahhoz ez a videó legalább 100 lájkot kell, hogy kapjon, meg különben miért. Nos, jöjjön néhány gondolat a Mili 3.0-val kapcsolatban, és az első és a legfontosabb dolog az az, hogy ha észrevetted volna, hogy valami változott a warframe akkor jó neked. Ha nem vetted észre, hogy bejött a Mili 3.0, akkor is jó neked, mivel, hogy eszenciájában, úgy Isten igazából, ha nem akarsz nagyon belemenni a millimodolásba, akkor nem, nem, semmi nem változott. <laughs> ha, így, nézel, így nézed, érted? Ugyanúgy fog sebezni a kardod, sőt, viszonylag jól fog sebezni a kardod, észre fogod venni, hogy egyes millik, amelyek eddig nem sebeztek annyira jól, megeshető, jó sebeznek, és észre fogod venni, hogy a hybrid buildek, éké a Blood Rush Weeping Wounds windek, azok valahogyan valahogyan jobban sebeznek, vagy ú, nagyon érdekesek lettek ebből a szempontból, de hogyha itt teljesen kiestél volna a képből, hogy a Warframe-ben 3.0 van, ne pánikolj, vagy, vagy, vagy hogyha ránézel a és azt látod, hogy van 500 kardot, és a faszom modolja az összeset, ne pánikolj, nem lesz túl nagy változás ebből a szempontból. Hogyha nem jársz endgame levelben, akkor ne pánikolj, mert nem fog sokat megérezni abból, hogy egy milli 3.0 jött. A változás tényleg ott fog kezdődni, és azok az embereknél, azoknál a gémereknél fog kezdődni, akik szeretnek pepecselni a dolgokkal, és szeretnek mind maxolni dolgokat, szeretnek engem felé menni a mai Warframe-ben, és, és ott náluk fog elkezdődni az, hogy milyen fegyvert választanak, hogyan modolják meg, illetve milyen karaktert, milyen synergit fognak választani és ezek mellé. Na most a fő kérdés az, hogy OP -e ez a Mili 3.0, mint a régi Mili volt, és szerintem nem le, nem lett OP, de nem lett gyengébb sem. Viszont amit adott. Az egy fokkal több opció, és azon régi, elfeledett, gyenge fegyvereket igen-igen felhozta egy szintre. Mondok itt például egy, egy, egy példát. Mondok például egy példát. A Skindo no Prime régen az egyik legerősebb fegyver volt. Régen az egyik legerősebb fegyver. És jöttek, jöttek az újabbnál újabb fegyverek, és a Skindo no Prime gyenge lett. Most... Azt a büdös kurva, a valkír fénye felragyog újra. Című történet, mert hogy például a Skindal Prime egy újra, egy megbízható fegyver lett belőle. Szóval ez csak egy, egy példa a sok közül. Na most a továbbiakban meg fogunk beszélni néhány fontosabb változást. Értitek? Tehát valami olyasmit, amit érdemes a mindennapokban meggondolni hogy szeretnéd-e úgy csinálni, vagy hogy a mindennapok Warframe-jében uh, jó, ha tudod, hogy ez uh, megváltozott. Nos, elméletileg ennek a videónak a készítésekor a, vi a wiki még nincs teljes mértékben updateelve egyes uh, dolgokkal kapcsolatban, viszont, amit fontos és tudatok kell, az első a condition overload és a pressure point és a prime pressure pointnak a kapcsolata már nem felszorzó, hanem összeadódó lett. Így aztán azon milli fegyvered, ami eddig über nagyot damage észre fogod venni, hogy már nem damage-el ekkorát. És ebből adódóan íme egy javaslat, és valószínűleg amit most mondok, az sok warframe azt fogja mondani, hogy what, mi, hogyan, miért? Nos, ezzel az apró kis változtatással, hogy mostanában a Condition Overload és a Prime Pressure Point és a Pressure Point az már nem összeszorzó, azzal megszabadultunk, illetve felszabadítottunk egy mód helyet. És sok esetben a Condition Overload a Prime Pressure Point vagy a Pressure Point nélkül jobban járunk. Miért? Mert hogy a Condition Overload már kettő darab státusz fajtánál 240%-os damage boost-ot ad, míg a Prime Pressure Point egy folyamatos 165%-os uh, damage boostot ad. Szóval megeshet, hogy endgame felé haladva egy Condition Overload-dal ellátott kart Prime Pressure Point nélkül, aminek a helyére egy hasznosabb, olyan modot is betehetnél, mint a Bladrás, most mondtam valamit, vagy egy Primed Reach, vagy bármi, vagy egyéb, vagy, vagy akármit, ami felszorozza a damage és nem hozzáadja a damage-ét, Endgame felé menet a Condition Overload az egy megbízhatóbb opció lehet. Na most ezen a ponton, ez, ez számomra például ez egy olyan változtatás a, a milli 3.0-ban, ami miatt azok a gyengébbnek tartott milli fegyverek fel tudnak jönni az erősebb és megbízhatóbb kategóriába. Ennek az egész változtatásnak az igazi nyertese azon fegyverek lettek, amikben van némi kriccsenc és van némi státusz. Szóval ezért a Condition Overload-dal több damage ki tudsz hozni, mint a Prime Pressure point -tal. Továbbá Condition Overload és Prime Pressure Point együtt egy modulásban még mindig teljes mértékben jó, csak tekintve, hogy mennyi helyet foglalnak, így aztán úgy vagyok vele, hogy az egyikkel jobban járok, mert több damage tudok kihozni hosszú távon, egy endurance küldetésem, mint a két modot együtt használnám, akkor már inkább használok a pressure point, prime pressure point helyett valami sokkal, valami olyan modot, ami felszorozza a damage -et. Na most ez nem jelenti azt, hogy a, a prime pressure point, pressure point már nem jó mód, viszont teljes mértékben máshova helyezheted a, a használatát most mondok egy példá például a gyors menetekre akarsz menni, ahol az enemit egy hitelnet kell. Vagy egy hitelni szeretnéd az enemiket. Az a lényeg. Na most ott a prime pressure point és pressure point sok jobb opció, mivel hogy nem feltétlenül uh, fogod státuszolni az enemit egy hitnél, ugye már, hogy tetőre egy hiteled, szóval teljes mértékben megbízható build, még a pressure point ellátott bildek is, de akkor condition overloadnak nem látni nagyon sok értelmét. Hybrides heted és a buildet, condition overload, prime pressure point vagy pressure point ozhatod hogy egy hiteld, de hogyha netán arra kerül a sor, hogy valami oknál fogva endgame-be csúszol, akkor meglejön a Condition Overload-dal ellátott bónuszod is. Fogod érezni ezt a, ezt a nagyobb különbséget, hogy eddig, ami, amit úgy érezted, hogy üde jól működött, egy hitel, nem egy hitel, és nem, nem érted, hogy mit, mi van, akkor emezen változás miatt van ez. A következő, amit még egyelőre rosszul ír a wiki, ezen videó készítésekor, az a bladrásnak a működése. A bladrás ugye az úgy működött eddig, hogy felszorozta a kritikus esélyedet, a kombó szorzóval együtt, ezért voltak ugye a maiming strike-os csúszkálások, és egyre nagyobb, egyre nagyobb damage egyre nagyobb kritet tudtál ütni a bladrás maiming strike mert a két, a két mod felszorozta egymást, a bladrás felszorozta magát ugye a, a kombó multiplier-rel. Ez most már nem történik meg, mert ez is összeadó lett, szóval a Maming Strike Blood Rush kombinációjával már nem fogsz tudni akkor a damage kiosztani, így aztán ezen a opció meghalt a Warframe-ben. Hála a jó Istennek! Én nem voltam annak a klubnak a tagja, ahol a Maming Strike Blood Rush, a, a, hogy is mondjam, egy jó játék stílusnak tartottam, mert mert egyszerűen tényleg nagyon könnyűvé tette a, a warframe könnyűvé tette az Endgame-et, és a többi, és a többi, tudjátok. Viszont nem jelenti, ez az egész nem jelenti azt, hogy a Blood rush az meghalt volna. Na most, a Blood rush és a Weeping Wounds jelen pillanatban az alap statokat erősítik fel, tehát a Bloodrush az alap kritesét, és a Weeping Wounds az alap státusz, tehát Magyarul, ha berakol egy Point strike mondjuk van egy 50%-os Krikcsenses kardot, beraksz egy Point Strike-ot, lesz egy 100%-os Krikcsenses kardot, akkor a bládras nem a 100%-ra fog leerősíteni, hanem az 50%-ra erősít rá, és azt is összeadódóan, nem felszorzóan. És ez az, ahol, ahol a wikit még nem frissítették, a bládrás ezen a videó készítésével, a bládrás azt írja, hogy felszoroz, és nem összeadódik. De most már a bládrás összeadódik, és azt is a méli fegyvernek az alapstatjával, az alapkrit esélyével teszi. A Weeping Wounds Detto összeadódik, viszont ugye azt, mindazt a státusz esélyével teszi, ahogy növekszik a, múl, a combo multiplier red ez nem jelenti azt, hogy ez a két mód nem megbízható, sőt, ez a két mód nyert még mindig a legtöbbet a Mili 3.0-ból. Azok a fegyverek, amikbe bele lehet rakni egy bladrást, illetve Weeping Wounds-ot megspékelve egy kis Drifting kontaktal esetleg, akkor azok, ezek a kardok lettek jelen pillanatban a leges erősebbek. Ugyanakkor, és, és erre fogok mutatni egy általános modolást a videó végére, hogy mire lyukadjatok ki, esetleg mire modoljatok. Egy általános modolást, aminek az irányában rá, ráhúzhattok akármilyen mili fegyverre szinte, hogy most már a Warframe-ben. Ezen kívül természetesen még nem említette meg meg a gunblade a különböző szekciókat, az ostorokat, a polerálmokat, a simakardokat, a heavy blade-eket, szóval... Mindegyik apró kis változást kaptak, de például a gunblade érdemes lenne egy, egy pár szót igazából megemlíteni, hogy mennyire opcionális fegyverek lettek most, hogy a slash a milli 30 ba egy elképesztő. En erős, damage fajta lehet. Eddig is erős volt, de a Mini 3.0-nak az egyik legnőbb nyertese, a Slash Damage és a Slash Proc. Elképesztő sebzés lehet kiosztani a, a gunblade ekkel de mindezt mondtam, hogyha száz lájkot kap ez a videó, akkor csinálunk egy live volt, és akkor ott beszélgetünk a különböző dolgokból. Én, megmutatnám, hogy mi, én megmutatom, hogy mit szeretek, mit, mit szerettem meg a Milli 3.0-ba, ti megmondjátok, ti mit szerettetek meg, és közösen összemoduljuk a dolgokat, és megbeszéljük, és blablabla. Bla, bla. Na, viszont ime itt van a modolás, amit um, általános irányzatnak használnám, oké, okay, nem egy készpénznek, általános irányzatnak használnám a gondolkodás menetben arra, hogy hogyan modoljuk be most már. Főleg azokat a milli fegyvereket, amelyek rendelkeznek némi krittel 20% fölött, és némi státusszal 20% státussal fölött, akkor, akkor ezt az opciót tudnám ajánlani. Nos, amint mondtam, ne vegyétek készpénzek, ez egy irányzék, ami ráhúzható, sajnos vagy nem sajnos, de ráhúzható most már az majd, hogy nem az összes méli fegyverre. Amint mondtam, Condition Overload, mert hogy együtt már a Pressure point vagy Pride Pressure point nem feltétlenül van hatalmas haszna, és a Condition Overload két, kettő darab státussal már több damage tud kiosztani, mint a Prime Pressure Point tudna egyedül, nem beszélve arról, hogyha még több státusz rámegy arra az enemére, főleg akkor, amikor már magas szintekre mész. A Drifting Contact Blood Rush, uh, Weeping Wounds combo teljes mértékben érthető, uh, ugye bár is mivel, hogy a Weeping Wounds már az alapstatot emeli, ugye az alap statusra emel rá, így aztán a dual státusz modokat nem nagyon van értelme használni, így aztán inkább rámegyünk full damage-re ebből a szempontból, aztán majd a státusz jön be, a, jön a Weeping wounds -al. Egy Berserker, vagy Prime Rage, vagy Prime Fury, vagy akármi. Bizörkör helyett mondjuk, hogyha Arcane Strike-ot használsz, és ide beraksz egy Prime reach et e, akkor, akkor mindjárt meglepőbb eredményt tudsz elérni. Nem szabad lebecsülni egy olyan modat, mint a Prime Ray is, mert, mert nagyon jó, hogyha több enemit tudsz elérni azzal a bizonyos milli uh, fegyverrel. Organ Shatter pedig egyértelmű, hogy a Crit Multiplier miatt. Uh, ez lenne az egyik, ami ilyen általánosabb modolásnak tudnám felhozni. Ez itt pedig mondhatni, hogy egy hagyományosabb modolás, ami a Prime Pressure Point köré helyeződik. Arra helyeződik, hogy ilyen száz alatti szinteken egy-két vágással végigmenj az enemin, és mit tudom én, a Live Strike helye akármi más berakhatsz, a Shocking Touch és a Fever Strike helyett, vagyis az elementál helyekre természetesen olyan elementált raksz be, ami megfelel az adott ellenfélre, uh, viszont kihelyettesítheted a státusz uh, elementál modokkal is. Um, szóval most ilyen két táborra oszlik, én úgy látom, ez a Mini 3.0, és mint mondtam, még nem beszéltem a Gunblade-ekről, és azoknak az elényéről, illetve a Heavy atakról sem beszéltem, és hogy egyáltalán érdemese Heavy atakkal foglalkozni ebben a játékban. Nos, srácok, ha továbbiak ra vagytok kíváncsiak ezzel a millivel kapcsolatban, mint mondtam, ez a videó éri el a 100 lájkot, like és akkor tartunk egy ilyen live napot, úgyis ős régóta nem live voltam, főleg warframe Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtam segíteni a következő videóig. Sziasztok!